A Jászberényi Röplabda Klub ebben az idényben is az NB1-be kapott besorolást, sőt az alapszakasz lejátszása után az Extraligában a legjobb 4 együttes közé verekedte be magát. A Magyar Kupában szintén a legjobbak közé kerültek. Mind a két esetben a 4. helyen fejezték be a küzdelem sorozatot. Köszöntöm nézőinket! Önök a Lelátót, a Jászsági Térségi Televízió sportmagazinját látják. A Lelátó fő témája női röplabda lesz. A stúdió beszélgetés előtt viszont beszámolunk a legfrissebb futball eredményekről, és betekintünk a tabellákba is. Nézzük először a hölgyeket, ezúttal is Pesti József fotóival. A Pest megyei 3/4 pályás bajnokságban 2 győzelmet is aratott a Jászberényi női csapat. Egy elmaradt meccset nyertek meg Pesten a lányok, a fővárosban 3-1 arányban, majd pedig vasárnap Berényben nyertek 1-0 arányban Gyöngyös ellen. Egyelőre ők vezetik a táblázatot, de nagy ellenfelük egy meccsel kevesebbet játszott. A labdarúgó NB3 keleti csoportjában a JFC nem bírta debreceni Gárdával, így 0-0-ra végződött a találkozó, és a Berényi csapat a 6. helyet foglalja el a táblázaton. Az NB3 után megnézzük a megyei labdarúgó eredményeket és a táblázatokat is. A megyei első osztályban Jánosira Jászfényszaru 1-0 a jászsági rangadó, Jászárokszállás Mezőtúr 3-0, Jászkísér Fegyvernek 6-0, és Tószeg Újszász 2-3. Itt továbbra is a jánosidai csapat a 2. a táblázaton, 3. a Jászárokszállás, ez már végeredménynek is számít. 4. Újszász, 9. Fényszaró, még a Sereghajtó, továbbra is a Jászkíséri csapat, és úgy néz ki, hogy ők sajnos kiesnek. A labdarúgó megyei 2. osztályban Zagyvarékas Jász Alsó Szent György 2-4, Jász Szent András Tisza Szent Imre 0-4, és Cserkeszőlő Jász Boldogháza 2-0. Ezzel együtt is 8. Jász Boldogháza, 9. Jász Alsó Szent György, a 13. helyen pedig a Szent Andrási csapat tartózkodik, de itt nem lesz kiesés, nem kellettől félnünk, mind a 3 csapat bennmarad a 2. osztályban, és jön hozzá majd természetesen Jász Apáti, akik a megyei labdarúgó bajnokság 3. osztályában 4-4-et játszottak Bánhalmán, így biztos 2-ak lesznek. Szolnok Fanatik Jász Dózsa pedig 1-2 dózsai csapat nyert hát idegenben, 2. Apáti, egyelőre Dózsa a 3., de majd a jövő héten kiderül, hogy itt végeznek-e. A legfrissebb sportteremények után következik a stúdió beszélgetés. Nézzük, ki lesz ma vendégem. A Jászberényi Röplabda Klub sikereinek kovácsa a Deme Gábor Makai Péter edzőpáros. Deme Gábor, mint tapasztalt vezetőedző által vezényelt együttes, mind a Magyar Kupában, mind a bajnokságban a 4. helyen végzett. Köszöntöm tehát a stúdióban Deme Gábort. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk. Szerbusz Tibor, és köszöntöm a kedves nézőket. Nos, azt tudja mindenki, aki a röplabdát kedveli, hogy 4. lett a csapat a magyar bajnokságban és a kupában. Én szerintem ez egy ragyogó helyezés, ismerve a magyar bajnokságot. De ne menjünk előre ennyire, hanem kezdjük az alapoknál. Tavaly ősszel voltunk egy pikniken, fogalmazhatunk úgy, azt hiszem, egy baráti beszélgetésen, és már akkor megvolt a csapat. Szerintem Magyarországon az elsők között voltatok ebben. Igen, hát a múlt évben is, és ebben az évben is szeretnénk minél gyorsabban összeszedni a csapatot. Nyilván az elején nagyon sokat számít, hogy kit szeretnénk megszerezni. A végén már csak mindig az van, aki jut. Tehát nagyon fontos, hogy mindjárt az első részében azokat a játékosokat össze tudjuk szedni, akiket szeretnénk. Hát többek között összeszedtétek, idézőjelben Mikla és Zsanit is, te mondtad nekem, hogy már régóta szeretted volna Berénybe hozni, most sikerült. Igen, sikerült, sok helyen játszott már, nagyon jó kvalitásokkal rendelkező játékos, és tulajdonképpen nem is bántuk meg, hogy idehoztuk. Igen, azon a bizonyos estén bemutattatok 2 orosz hölgyet, fehér orosz és orosz hölgyet, Alina Adamennyát és Jana Sevcsukat. Hogy állapítjátok, hogy szerződtetitek le, hogy nézitek meg, hogy melyik játékost kéne idehozni? Igen, hát ez egy nagyon nehéz dolog. Több menedzserirodával állunk kapcsolatban. A menedzserirodák egy videóanyagot küldenek, ebből lehet sejteni, de azért én inkább a
ismerettségre hagyatkozva olyan emberektől próbálok játékosokat igazolni, akiket régóta ismerek, és az ő ajánlásukra. Tehát van olyan is, hogy videó alapján, de olyan legtöbbször olyan van, hogy egy-egy játékost beajánlanak nekem, és olyanok, akiknek elhiszem, hogy az jó. De azért megnézed a videót is? Nyilván igen. Nos, utána fél időben, vagy igazából, mert nem is tudom, mert olyan hosszú volt az idény, a Sevcsukot leváltotta Maria Ivonkina. Miért történt ez a változás? Azért, mert jobb játékosnak ítéltétek, vagy Sevcsuk nem jól érezte magát, vagy mi lehetett az oka? Hát akkor volt tulajdonképpen két idegenlégiusunk, és mivel láttuk, hogy a többi csapat 4-5-6 idegenlégiussal játszik, nekünk pedig az volt a célunk, hogy valamilyen módon bekerüljünk a legjobb négybe. Amikor elindultunk, az volt a célunk, hogy bemaradjunk az Extra Ligába, de utána láttuk, hogy ha esetleg erősítünk, akkor meg lehet ez. És természetesen nem azért cseréltük le a Janát, mert gyengé játszott, hanem egy kicsit posztra cseréltünk, hiszen az Ivonkina center, és aztán idehoztuk a portorikói kislányt is, és így három idegenlégióssal játszottuk végig ezt az évet. Én úgy láttam, hogy a portorikói kislány Enesis nagyon jól érezte magát itt Jászberényben, hogy egy gyűjtöttetek is neki, elmondta az elnökötök. Ez bizonyára pozitív hatással volt rá, nem? Igen, de azt azért el kell mondanom, hogy ha lehetséges, legközelebb már dél-amerikai játékos nem nagyon hozok. Egyszerű oka van neki, mert ők ezt egy kalandnak tekintik, szeretik az életet. Egy 21 éves, nagyon-nagyon tehetséges lány volt, de ebbe az európai profi világban még nem nagyon tagozódott be. Igen, tehát ahhoz még túl fiatal volt. Igen, meg a dél-amerikaiak egy kicsit más életritmusban élnek mindig. Aha. Hát nyíregyháziaknál pedig van. Hát szerintem ők is le fogják cserélni. Nos, régebben azt vallottad te is, még sokan is azt mondtuk, hogy főleg a jászberényi csapatban jászságiakat, jászberényieket alkalmazzunk, de hát a világ változott. Ugye te is mondtad, hogy ha nem szerződtetünk külföldi játékosokat, akkor nem biztos, hogy bejutunk az Extraligába. Mennyire változott ez a vélemény, mennyire tudtadok hozzáigazodni? Hát természetesen nagyon változik a világ, de azért mi az alapelveinket nem adtuk föl, hiszen most is az volt a legfontosabb, hogy a két jászberényi saját nevelésű játékosunkkal állapodjunk meg, és folyamatosan nézem az utánpótlásból feljövő gyerekeket, hogy kit tudok bevinni az Extraliga keretébe. Nyilván külföldi játékosokat igazolnunk kell, de most is azt gondolom, meg azt szeretnénk, hogyha ez nem lenne több háromnál. Nos, akkor térünk rá a bajnokságra, tehát összeállt a csapat elég korán, elkezdték az edzéseket, jó is indultatok, utána volt egy hullámvölgy, ne tagadjuk, mindenütt van ilyen hullámvölgy, de az végül sikerült bejutni az Extra Ligába, illetve a Magyar Kupában is. Én szerintem a Magyar Kupa, de lehet, hogy én nem jól látom, majd te kijavítasz, ott meg lehetett volna csípni a bronzérmet, az Újpest ellen már nem biztos, mert az Újpest borzasztó felszívta magát ellenünk. Hát igen, nagyon korán összeálltunk, de azt hozzá kell tenni, hogy az extraligás csapatok közül nekünk volt a legolcsóbb keretünk, és ezt nem csak anyagilag mondom, hanem a legfiatalabb is. Hiszen volt egy viszonylag jó kezdőcsapatunk, de a mögötte utána a B csapat, az jászberényi fiatalokból vagy magyar fiatalokból állt, akik nagyon tehetségesek, de még az extraligára nem teljesen voltak felkészülve. A hullámvölgy pedig azért adódott, mert akkor cseréltük ki a játékosokat, és egy kicsit ott lelkileg megbicsaklott, hiszen egy ember elment, kettő jött, egy picit úgy éreztem én is, hogy lelkileg egy kicsit felbomlott az a társaság, és idő kellett ahhoz, hogy tulajdonképpen összeálljunk megint, és amikor összeálltunk, akkor igen, a kupa bronzot én is nagyon sajnálom, de azt azért hozzá kell tennünk ahhoz, hogy a G, az idegenlégiusunk az előző napokban lebetegedett, lázas beteg volt, és én nem tudtam játszatni. És ezzel már felborult a kezdőcsapatunk, már olyan játékosok játszottak, akik nem ütötték meg azon a poszton azt a szintet. Így is 3-2-re kaptunk ki, tehát nagyon-nagyon kicsi hiányzott. Megjegyzem, a Vasas nem is került be a négy közé a bajnokságba, az Újpest pedig a kupában nem. Tehát ilyen szempontból mi erősebbek voltunk, mert mind a két bajnokságban, illetve a kupában is bekerültünk a négy közé, és erre nagyon-nagyon büszke vagyok.
Azért mondtam az elején, hogy ez a negyedik hely, aki ismeri a magyar röplabdát, ez teljesen helyén van, egy ilyen olcsó csapat számára, mint mi vagyunk. Én nem a helyén van, én ezt bravúrnak tekintem. Bravúrnak tekintem. Már csak azért is, mert hogyha megnézzük az ellenfeleket, ugye megyeszékhelyű város Békés Csaba, Nyíregyháza, Kaposvár. Nagyobb a költségvetés. És óriási klub Újpest, Vasas. Mi egy kisváros, kis klubja vagyunk, és e közé a csapatok közé tudtunk beékelődni, és nem is akárhogyan, hiszen azért megszorongattuk az összes csapatot, még a Békés Csabát is. Így van. Úgyhogy én büszke vagyok a csapatra. Nyilván jobb lett volna éremmel távozni valamelyik sorozatból, ez nem sikerült, de hát vannak céljaink, és azokat majd reméljük, hogy egyszer teljesíteni tudjuk. Így van, ez a negyedik hely, ez most kitűnő, bravúr, jöhet majd a következő idény, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Nos, az idény az úgy kezdődött, úgy záródott, hogy jöttek az átigazolások, azaz négy játékos mondta, hogy ő másút szeretne röplabdázni, ti megköszöntétek neki, de vannak új jelenkezők is, néhány szót róluk. Igen, hát a távozókról is egy pár gondolatot. Tehát nem úgy történt, hogy mi elküldtük őket, persze, vagy ők el akartak menni. Voltak, zajlottak tárgyalások, mi azt gondolom, hogy korrekt ajánlatokat tettünk, és Szigedénél László Rita mondta nagyon okosan azt, hogy kérdezik tőlünk, hogy miért nem maradtak itt. Azért nem maradtak, mi annyit nem tudtunk fizetni, amennyit ők szerettek volna. Mi szerettünk volna itt maradnánk, ez nem jött össze. Ezért aztán nekünk más felé kellett kacsingatni. Én mindig is szerettem a fiatalokat beépíteni a csapatba, és én azt gondolom, hogy nagy bravúrnak tekintem, hogy két olyan játékost tudtunk a Békés Csabától elrabolni. Pont a Békés Csabától. Igen, aki nekik tulajdonképpen a szíve csücskei, hiszen 5 évig a Petrenko Brigi ott nevelődött, és nagyon komoly szerepet szántak neki idővel, de ő kicsit megelégelve az, hogy kevesebbet játszott, és én pedig látva azt, hogy tudva azt, hogy én beépítem a fiatalokat, ő minket választott, én ezt nagy bravúrnak tekintem, hogy őt idehozzuk, hiszen ő egy nagyon tehetséges válogatott játékos, és ugyanez a Petővári Panni, aki szintén egy kicsit sérülés miatt kevesebbet játszott, de nagyon nagy tehetségek, hiszen fiatalok, és őket sikerült megszereznünk, ezt nagy bravúrnak tekintem. Ezen kívül tárgyalásban állunk 3 külföldi játékossal, tulajdonképpen csak az aláírás hiányzik. Annyit elárulhatok, hogy egy kanadai center, egy szerb négyesütő és egy ukrán négyesütővel állunk tárgyalásban. Nagyon kicsi hiányzik a megegyezéshez, úgyhogy lehet, ha kimegyek innét a stúdióból napokon belül, már ezt is nyilvánosságra hozzuk. Jöhet az újabb piknik. Igen, és még egy 3-4 fiatallal állunk kapcsolatba, akiket már régebben óta megszerettem volna szerezni, és ott is előrehaladott tárgyalásokban vagyunk egy 2-18 éves lányjal, illetve az értékeinket megtartva a jászberényi lányokkal. Igen. Ugye azt mondjuk el a nézőknek, bár bizonyára tudják, hogy Léku Lilla és Pintér Andi természetesen hát az volt a legnagyobb, nevelés. Ez volt a legnagyobb bravúr. És akik válogatottak. Így van, megtartani őket, igen. Hiszen például az Andit nem volt olyan csapat, aki nem hívta, gondolom, akár Magyarországról, akár külföldről, de hát azért ők bennük benne van a klubhűség és a lokálpatriotizmus, és nyilvánvalóan nekünk alkalmazkodnunk kell az átigazolási piachoz, tehát tulajdonképpen mi Jászberényi játékosként úgy meg tudjuk őket fizetni, mint hogyha máshova mentek volna el, és ez cél, hogy a Jászberényeket így megfizessük. Igen. Ha jól értem, ugye külföldiekkel vagytok tárgyalásban, tehát akik eddig voltak, akár Adamennyi, akár Mária, meg a Portodokovi kislány, ők akkor nem lesznek tovább a Jászberénye. A 3 idegen légiós közül a centert szerették volna megtartani, a Mariát. Igen. Egy nagyon jó játékos, az utolsó pillanatig vártunk vele. Nyilván olyan összegeket mondott, amit azt gondolom, hogy mi már nem tudtunk megfizetni. Elmentünk a klubnak a klub tűrés határának a végső határáig, tehát a fizetésben nem sikerült, nagyon sajnáljuk. Ez így alakult. Reméljük, hogy legalább olyan jó játékos tudunk hozni. Így legyen, és még egyet ide a végére, hogy a Berényi fiatalokat is mondod, hogy mindig figyeled. Hát én is figyeltem azért, és Mittannáról, Balázsovics Dorkáról el lehet mondani, hogy a jövő tehetségei esetleg, nem? Vagy én rosszul látom? Igen, de azért van egy rossz hírem, mert a Mittanna a tanulmányira hivatkozva a felnőtt csapatban egészen biztos, hogy nem folytatja. Remélhetőleg a juniorban, igen. A Blázsovics Dorkát hívták most
több helyre is, többek között Kaposvárra is, és vele is sikerült megegyeznünk, egy 2 éves szerződést kötöttünk, és itt szeretném megragadni az alkalmat arra, hogy tulajdonképpen először megdupláztuk a gyerekeink számát az utánpótlásba, és most már nagyon sokan vannak, 160 gyerek van az utánpótlásba, és teremgondjaink vannak. Remélhetőleg a közeljövőben elkezdődtek a tárgyalások, és nagyon pozitív tárgyalások, hogy egy saját csarnokot tudjunk építeni, és akkor viszont megoldódnak ezek a problémák, és még több gyereket tudunk majd az első csapathoz prezentálni. És tegyük hozzá, hogy az utánpótlás is azért bontogatja szárnyait, hiszen barátod, munkatársad, Litkei Gabi nagyszerű eredményt ért el az utánpótlás hölgyekkel. Igen, hát az utánpótlás edzők egyre többen lesznek. Most is hoztunk egyet Szolnokról. Nagyon szeretnénk komoly szakemberekkel ezt feltölteni. Ugye vezetői edzői poszt mellett a szakmai igazgatás is az enyém, tehát az utánpótlásra is nagyon figyelünk. Most már nagyon sok csoportunk van. És azt gondolom, hogy nem sokára az eredmények is fognak jönni, hiszen ahhoz idő kell, és minden korosztályba szeretnénk legalább 30 gyereket tudni ahhoz, hogy utána egy-egy gyerek az Extraliga csapat rendelkezésére álljon. Tehát Jászberény továbbra is utánpótlás bázisnak is számít, ha jól értem. Igen, igen, de azért van itt egy nagyon fontos téma, amit nagyon sokan elfelejtenek. Hogyha kiszámoljuk az utánpótlás nevelést és a hozott játékosokat, akkor azért nem mondhatjuk, hogy az utánpótlás a legolcsóbb. Tehát az utánpótlásban nagyon komoly pénzt kell investálni, szakmai értéket kell, és akkor nem is biztos, hogy itt marad. Az utóbbi időben nagyon sok olyan, most per pillanat 2 gyermeket tudnék mondani, akik például a Molnár Tamara, aki itt volt és nagyon tehetséges volt, elment a Vasasba, vagy itt van Anna, akit 6 évig nagyon-nagyon szerettünk és pátyolgattunk, és ő pedig abba hagyja, vagy legalábbis ilyen magas szinten nem űzi. Tehát ilyenkor mindig kapsz egy pofon, de felállunk belőle, és akkor építjük tovább. Azt mondjuk, hogy igen, ez meg Jászberényi lány volt. Igen, az is dicsőség. Igen, és az a nagyon fontos dolog, hogy azért mi egy ilyen kisvárosként fel tudunk mutatni játékosokat, akik a nemzeti válogatottban vannak. Pontosan. Hiszen most is ebben a nagyon jó nemzeti válogatottban, aki Európa-bajnok is résztvevő, ott volt a Lékó Lilla, a Pintér Andi, és a Sándor Reniről se feledkezzünk meg, hiszen a mi neveltünk innét került ki Jászberényből. És ez nagyon nagy öröm számunkra. Egy ilyen kisvárosnak 3 saját nevelésű játékosa a válogatottba, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos dolog. Pláne olyan sportágban, ami labdásportág, mert azért az nem egyéni, hanem csapatsportág. Megbeszéltük a játékosokat, utolsó kérdés, ugye mondtad a vezetőedzőséget, szakmai igazgatást. Marad-e a Makai Deme edzőpáros? Ebben is lesz egy kis változás. A Péter nagyon szeretett volna önálló csapatot kapni. Én megmondom őszintén, nem örültem neki, de abszolút úgy gondoltam, hogy igaza van neki, hiszen még az ajtó nem záródott be, hogy utánam talán ő legyen a vezetőedző, mert én ezt szeretném. Ezért kapott egy külön önálló feladatot. A junior ifi serdülőkeret lesz az övé. Emellett továbbra is besegít a felnőtt csapat mellett délelőttönként, és most napokban állapodtunk meg, akkor itt bejelentetem, hogy a Pesti Anikó lesz a segítőm, akit a Jászberényi közönség nagyon ismer, hiszen válogatott játékos volt, idegenlégiós, hát és nem mellesleg nagyon jó viszonyban vagyok vele, tehát én azt gondolom, hogy a Petit nem elengedve, de az Ancsát idehozva még erősebb lesz a keret. Így legyen. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és sok sikert kívánunk nektek. Nagyon szépen köszönöm, és várom a szurkolókat jövőre is, hiszen nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk a szurkolásukkal. Biztos, hogy így lesz. Köszönöm szépen. Műsorunk végén lássuk, hogy milyen sportesemények várnak ránk a hétvégén. Pusztamonostoron egy igen látványos esemény lesz szombaton, ami az első Lóerő Fesztivál elnevezést kapta. Könnyű helyzetben vagyok, hiszen itt van a főrendező stúdiumban Kollár János. Szervusz, Jani! Szervusz, mit akar, mit akar ez a Lóerő Fesztivál? Ugye a lóerő a lovakra természetesen érvényes, de hát a gépkocsikra is így számoljuk a lóerőket. Így van, mert az úgy volt, hogy minden évben megrendezzük a lóerő, a ló
lovas rendezvényünket, a fogadhajtó rendezvényünket, és ugye minden évben valamivel ki kell egészíteni az a rendezvényt. Hát most az idén legyen egy autómárka, nem akarok reklámot ugye mondani, egy autómárka lesz jelen. Én szilveszterkor gondoltuk el, hogy mivel egészítsük ki. Hát azt gondoltuk, hogy lesz egy olyan 10-20 darab autó. Hát a jelenlegi regisztrációk alapján 110 autónál tartunk. Az igen. És na már, hogyha már ilyen sok autó van, akkor legyen lóerőfesztivál. Tehát megvan a fogadhajtó, és egyben meg lesz az autó mustra is, mert szép számmal érkeznek. Az ország majdnem minden pontjáról érkeznek autók. Ez ugye úgy szokott lenni, hogy a sportpályán szokott lenni a fogadhajtás. Gondolom, hogy nem messze lesz tőle az autósoknak a kiállítása vagy találkozója. Így van, mert a volt futballpályán van a fogadhajtóverseny, és a futballpálya jobb oldalán pihennek a fogadhajtók, és a bal oldalán lévő erdő mögött pedig az orvoskertben fognak elhelyezkedni az autók. Igen. Na most a fogadhajtás az a szokásos megyei rendezvénynek az egyik színhelye. Itt kettes fogatok, pónik, stb. Ilyenek vetélkednek egymással. Így van, C kategóriájú és D kategóriájú versenyek lesznek. Egyes fogat, kettes fogat, póni fogat, és így ezek alapján. Igen. És az autóknál pedig meg kell nézni azt a márkát, akik felvonulnak, valami százan, és terveztek-e valami kirándulást, idézőjelben a kirándulást, vagy ott maradtak puszta monostoron? Így van, hát első körben az autókonvoj át fog menni Jászfényszoruba, a tiszteletüket teszik Jászfényszoru polgármester asszonyának, mert elég komoly támogatást kaptunk Jászfényszoru önkormányzatától, így ezáltal az autókonvoj tiszteletét teszi polgármester asszonynak, és az autóba beültetik őket, a fogadóbizottságot, és egy tiszteletkört tesznek Jászfényszoru városában. És utána onnan vissza? Pedig visszajönnek Pusztamonostorra, ott tesznek a település köves útján három kört, és utána visszabennek, olyan dél körül visszaérkeznek a helyükre. És ott elhelyezkednek, utána nekik különböző vetélkedők lesznek, felnyiki tartó, gumiáldobó, autótoló verseny, nem még sok egyéb más, ami még őnek kedvükre válik. Én azt hiszem, hogy mindent elmondtunk, egyről nem beszéltünk, hogy aki úgy dönt, hogy ki szeretne menni a Lóerő Fesztiválra, Pusztamonostorra, azt mondtuk, hogy a focipályát keresse meg, ugye az nem lesz nehéz, és hány órától érdemes hozzátok kimenni, és mire számítson a látogató? Hogy meddig lehet ott? Hát úgy 8 órától érkeznek a fogadók, 9 órakor van a hivatalos megnyitója a fogadhajtónak, fél 10-kor lesz az autóknak a ünnepélyes megnyitója, a rendezvényüknek a megnyitója, utána ők átvonulnak Fényszoruba, és akkor dél körül jó ebédre szól, annóta van ebéd van, tehát akkor a 7 bogrács kaja várja a vendégeket, továbbá ugye az autó tulajdonosok többsége fiatalok, 20 évesek, és megkérdezték, hogy mi lesz a kaja. Hát felsorakoztattuk nekik a hétféle bográcsos kaját, és azt mondták, hogy csak. Mondom, mit tennétek? És akkor mondták ők, hogy hát jobban megennék a hamburgert, a giroszt, akkor a sült krumplit a ketchuppel. Hát akkor fogadtunk egy olyan éttermet Jászopádiról, ami szintén ilyen fiatalos, és na, és akkor prezentálják ezeket. Így van, ez őnekik lesz. Tehát, hogyha bárki kijön a látogatóba, akkor nem marad éhen. Nem marad éhen, mert rengeteg... Megszomjan se. Mert a fiatalok azt mondták, hogy mi az ital. Hát mondom, mit innátok? Aztán mondták, a mojito, mondták, hogy Vladimir, hát akkor legyen minden, mit bánom, én csak jól érezze magát mindenki. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtad, remélem, hogy nagyon sok néző ki fog látogatni Pusztamonostorra, és egy nagyon jó hétvégét tudtok majd szombaton. Köszönöm még egyszer, hogy bejöttél. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nézzük, hogy a Lóerő Fesztivál után milyen események lesznek a futballpályákon. Érdekesség lesz, hogy utolsó meccset játsszák majd minden futballpályán. A labdarúgó megye első osztályban Jászfényszaru Csépát, Újszász pedig Jászárokszállást fogadja szombaton 17 órakor, a megyei második osztályban pedig Boldogháza Szent András Jászsági rangadó lesz szintén szombaton. Alsó-Szentgyörgyre pedig Kenderes érkezik, de ez már vasárnap lesz 17 órakor, mint ahogy a megyei harmadik osztályban is vasárnap játsszák, szintén 17 órakor a Jászapáti Tiszabura és a Jászdózsa Kengyel mérkőzést. Ezek lesznek tehát a hétvégi sportesemények a futballpályán, és ezzel sportmagazinunk végére is értünk. Azok a kedves nézők, akik esetleg későn kapcsolták be tévéjüket, megnézhetnek bennünket az ismétlésekben, valamint a TVN honlapján, illetve a Facebookon és a YouTube csatornán is ott vagyunk.
Köszönöm figyelmüket, egy hét múlva újra várom Önöket. Töltsék kellemesen a hetet. Addig is a viszontlátásra. Műsorvezetőnket a Jászberényi Daniel öltönyüzlet öltöztette. A stúdió díszletet a Perlaki reklám készítette.